Palánka központjában egy érdekes homlokzatú templom várja híveket. Milyen régi ez az épület? Hát ez az épület a jelenlegi formájában körülbelül 250 évvel ezelőtt akkor lett így. Kapta meg ezt a formáját a templom. Mert volt itt azelőtt egy templom, az 1200-as évekből, de az le lett rombolva, át lett alakítva, és azt a templom, még az a templom volt, azt annak az nem volt helyben lakó plébános, azt Dunambökényből, vagyis Mladenovóról lett az ellátás, vagy pedig Újlakról, Ilokról jöttek a ferences atyák, és az 250 évvel ezelőtt akkor megkapta jelenlegi formáját ez a templom. Tehát körülbelül 1787-ben akkor lett felszentelve, és akkor ez a jelenlegi formája. És felújítva lett 1925-ben, majd pedig a belső felújítás, és 1966-ban a külső felújítás. Akkor az Újvidékről ferences atyák azt a bejáratnál, azt a két kép, ami van, meg van csinálva, azt ők csinálták meg, azt milyen módszerrel ők csinálták meg, ez van így. Na most itt ez adja meg az érdekességét ennek a templomnak már kívülről is. Milyen sűrűn van mise? Hát mise tulajdonképpen van, hétfő kivételével minden nap van. Magyar nyelven? Magyar nyelven csak, ha kérve van. Magyar nyelven különben vasárnap, vagy ünnepnapokon akkor van magyarul és horvátul is van. Hát helyben lakó magyar plébánosunk nincs, de aki a plébánosunk szlovák. Szlovák katolikus plébános, ő elég jó beszél magyarul, és ő tartsa a szentmisét is, meg egyéb más köröztölőit, vagy amikő, vagy esküvő, a magyarul köröz, megtartsa mindent magyarul, nincs valami, ezt illetve nincs vele probléma. Tehát megtanult úgy, magyarul a plébános úr. Megtanult, mert mikor őket főszentölték, akkor 3 éve volt mind káplán Topolyán, és ott a fazékos atya mellett, hát megtanult magyarul elég jól is. Hát, és szeretik is a hívek. Hát szeretik a hívek azért is, mert gondolom mindig a vinkedély, szeret viccelődni mindig úgy, hogy gondolom jó hangulatot tud teremteni, ami azt illeti. Csak sajnos mind kevesebb és kevesebb a hívő. Bájos kis templomról van szó. Mik a méretei ennek a templomnak? Hát a méretei templomnak itt azt lehet mondani, hogy a templom méretei 33 méter hosszú, szélessége 15 méter, a hajóbál magassága 11 méter, a torony 32 méter. És a toronyban hány harang lakik? Toronyban jelen pillanatban 5 harang. 5 harang lakik. Sajnos ez most a felújítások véget, vagy látni, hogy le van várva itt a vakolat, mert a nedvesség ez eluralkodott, és le lett várva a vakolat, és kellene, vagy folyamatban van a felújítása. Na most itt van, be van egy valami szerkezet, be van állítva, ami a nedvességet leszívja, kikapcsolja. Na most, hogy mint fog működni, majd elválik időben, mert ennek kell idő. Állítólag kell neki egy-két év, mire teljesen kimutatkozik a és funkció. Utána teljes pompájába várja majd a híveket a templom. Utána lesz a bepucolás. Na most itt a festést, a belső festést, ezt a szlovák katolikus egyház Szlovákiából elvállalta, lett is egy szerződésféle megcsinálva, egy előszerződés, ők 70 ezer euró értékbe donálják ezt a templomot. Na most az atya annyit mondott, hogy ő, mert ezt a pénzt tulajdonképpen le lehetne hívni, de akkor nem lesz befejezve a templom sose. Azt meg akarja várni, hogy a templom meglegyen, először is szigetelve legyen, és utána lesz a bepucolás. Itt az első részben, itt ez minden lett várva, itt már be van pucolva. Na most, és így meglátszik a falakon ezek a foltok, ez a nedvesség elszívás, amit az ezek a készülékek, szerkencsük, mint itt végeznek. Úgyhogy már volt rosszul még a tavaly se lett semmit csinálva, az idén se. Hát most mikor ígérve van mindig pénz, de sajnos mire kellene befektetni, addigra vagy elúszik, vagy valami történik,
pénz nem jut ide. Szépen na, lassan ez is elkészül. Hát talán majd lassan, mert azt szokják mondani, amit egyszer elkezdenek, az egyszerűen is lesz fejezve. Na most, van. Mikor lesz befejezve, ez most már más kérdés. De hát így van, ahogy van, ebbe éljük magunkat, ebbe templomba. És hát néha többen, néha kevesebben van, hogy olyan, hogy összejön, van, hogy tele van a templom is. Vannak olyan alkalmak, vagy vannak olyan misék most már újabban, hogy közös mise, vagy ha két nyelven tart a misét, fele horvát, fele magyarul, és akkor többen hívja. Különben a magyar miséken itt összejönnek 20-30 személy. De magyar misék az is szép. Hát szépnek szép. Valamivel, na most akkor azt mondják, hogy horvát misén többen vannak, persze többen vannak, mert a magyarok, akiknek korán van fölkelni, mennek a horvát misére. Nem mennek a magyar misére, nem a horvát misére, akkor azon többen vannak, de hát... A lényeg az, hogy látogatva van a templom. Van azért látogatva, úgyhogy ennyi van, ami van. Köszönöm szépen. Ezt tudjuk jelen pillanat bemutatni. Az orgonája is, ami van, ez nagyon kántorok, akik játszottak, ők nagyon dicsérték az zongorát, mert híres mesterek, bécsi mesterek csinálták annak idején, mikor ez föl szerelve. Nagyon jó szól a zongor, de most ki van kapcsolva, hogy fönt áram sincs. Megvédjék a felújítás alatt, így van. Le is van takarva minden, na most, hogy teljes egészében hogy alakul minden, majd elválik. Szeretnénk nagyon, hogy na én meg páron láttuk, mert megvan az elképzelés, hogy milyen lesz a színe templomok belül, meg minden. Ezek megküldték a Szlovákiából, mert nem szobafestők, vagy ilyen festők, hanem festőművészek csinálják. Ez külön nem tudom hány, 4-5 festőművész, aki ezt fogja készíteni, csinálni. Úgyhogy nagyon szép, nagyon akkor szép. Akkor a híveknek egyelőre még meglepetés hát lesz, hogy meglepetés hogyan fog kinézni lesz, majd a templom belülről. Sajnos ez van. Úgyhogy ezt így ilyen ideiglenesen le van az oltár, és le van így terítve, takarva, egyik oltár, másik oltár.